Ebben az epizódban a jó-jó kerti slog rendszert szeretném nektek bemutatni. Érdemes megemlíteni, hogy a fűrészmánia kerti gép és szerszám kereskedésében nem csak kerti gépeket fogunk és szerszámokat fogunk biztosítani a vásárlók számára, hanem értelemszerűen olyan napi szinten nélkülözhetetlen eszközöket is, mint például egy ilyen öntöző rendszerecske, öntöző slag rendszer. Ugye, amikor elkezdtük ezt a boltot, illetve ezt az üzletet kigondolni, mi mindenképp arra akartunk törekedni, hogy azért ne legyenek itt nagyon olcsó és nagyon idézőjelben téve gagyi minőségű dolgok. Ezt nem akarok senkit sem megváltani ezzel, meg semmilyen terméket sem. Igyekeztünk arra koncentrálni, hogy minőségi termékek legyenek. Ez a jó-jó elnevezésű termék, ez több díjat is nyert már. Az a különlegessége neki, hogy egy rendkívül kompakt, egyszerű és használható kis dolog, nincs túl bonyolítva, különböző méretekben lehet megvásárolni. Egyszer van egy 8 méteres, 15 méteres, egy 20 méteres, és egy 30 méteres kiszerelésű. Egy 30 méteres kiszerelést fogunk kibontani és bemutatni. Ugye ez egy olasz termék, rá van írva, 5 év garancia van rá. Ezt nem tudom mondjuk, hogy hogyan lehet betartatni, de gondolom értelemszerűen az ilyen vágásra, meg ilyesmire nem terjedhet ki. A különlegesége ugye annak az, hogy ki is mondtam is közben, akkor úgy tudok róla beszélni. Különlegessége ennek a... Itt is egy nagyon jó kis leírás van bent. Egyébként. Különlegessége az, hogy ez egy rendszer, és egy olyan cső rendszer, ami nyúlik és tágul. Ugye víznyomás hatására ez megfeltágul, az átmérője is változik. És van egy olyan különlegesség is, például, hogyha rájár az autóval, például valaki, vagy bármilyen módon el van szólítva, akkor is van olyan átmérő még benne, hogy tudjon dolgozni. Így néz ki a másik fele. Most csak mind a 30 métert nem fogom ide az üzletbe kitekerni. És így néz ki a kis szórópisztoly. Lehet, hogy közelebb megyek, akkor érdekesebb lesz. Ugye saját rendszere van, saját csatlakozó rendszere. Itt is látható márkajelzés. Így néz ki. Ugye ezzel a tekerentyűvel lehet a szórás formáját, minőségét állítani. Ezzel pedig az intenzitását. Tehát el lehet zárni, meg lehet nyitni. És egy gyors csatlakozós. És az a különlegesség még ennek a rendszernek, ezt majd mindjárt meg is mutatom, egy kis bevágásban, hogy ha megtelik ugye vízzel, ugye ahogy itt földuzzad nyomás alatt, amikor ez megszűnik, tehát abba hagyjuk az öntözést, csak simán megnyitjuk ezt. Tehát elzárjuk a csapot, simán megnyitjuk ezen a szórás fején a nyitót, és abban a pillanatban, hogy összeszűkül magától a tömlő, úgy kinyomja magából a vizet. Tehát ez egy érdekes. Ugye sokkal könnyebb itt tárolni, mert kisebb helyen fér el, és azt írja a gyártó, hogy minimális, illetve zéró az esélye annak, hogy összecsomósodjon, összegabajodjon ez a cső. Nincs megtörés. Tehát ha meg is törne, kiúzod, akkor vissza, fölveszi az alapját. Ugye nincs neki súlya, szinte semmi, praktikus és rugalmas. Ezeket innen olvasom egyébként külföldi nyelvről. 100%-ig nem mérgező. Tehát az azt jelenti, hogy olyan anyagok vannak benne, ami nem mérgező. Kevés helyet foglal el, és az, hogy teljesen tömített. Tehát nem csöpög, nem ered sehol se. Na hát szóval így néz ki ez a dolog. Ezzel kicsit azoknak akarunk kedvezni, akik így a ház körül dolgozgatnak, öntözgetnek, virágokat nevelgetnek. Kocsit ezzel lehet mosni például. Tehát ez egy ilyen ház körüli dolog, nem ipari öntöző rendszer. Ugye, és kinek az igényei szerint tud vásárolni 15 métert, még 20 métert, vagy akár tényleg a 8 méteres. Tehát 8 méteres, tehát úgy tudom elképzelni, hogy van egy kerti csap, és akkor ott azon a kis udvaron
például a muskátlikat megöntözgetni vele, vagy valami ilyesmire tudom elképzelni. Tehát valakinek nem kell 20 méter, mert feleslegesen csak ott lenne. Ugye itt is írja egyébként, hogy kertbe, erkélyekre, automosásra, kempingezéskor, vagy ilyen hajósoknak például tényleg lemosni egy autót, vagy egy hajót. Ugye azért nem sok embernek van hajója, de akár még arra is alkalmas. Ugye itt még azt is jelzi, hogy amikor meg van töltve vízzel a tömlő, akkor még tovább tud nyúlni. Tehát ez nyúlik hossz irányba. Tehát ez nem úgy van, hogy... Tehát hogyha én eltávolodok attól a ponttól, ahol véget érne, attól még mindig enged elég nagy mennyiséget. És itt is jelzi, hogy amikor elzártad a csapot, lecsatlakoztattál, akkor visszanyúlja a normál méretét. Ezt kell erről tudni is. Úgyhogy akkor most nézzétek meg, hogy hogyan is működik ez.